Január 20-a egy olyan nap a hatvaniak életében, amikor hálát adnak azért, hogy véget ért az 1739-ben kitört pestis járvány. Noha 284 év telt el a fertőző betegség megállítása óta, Szentsebestjén napján a mai napig nagyon sokan emlékeznek meg a pandémiáról, amely során 60 lakosságának több, mint a fele oda veszett. 942 lakosból 568-at ragadott el. Már attól tartottak, hogy kihal a település lakossága. A hatvaniak ezért imádkoztak, s fogadalmat tettek, hogyha véget ér a járvány, hálából minden évben megemlékeznek a Jóisten segítségéről. 60 város azóta e napon tartja fogadalmi napját. A Szent Adalbert plibánia templomban ünnepi szentmisén emlékeztek meg a pestis járványról és annak január 20-ai megszűnéséről. Krizsán Zoltán atya a jelenlévőknek felelevenítette azt a hagyományt, amely szerint Szent Sebestyént kereszténysége miatt kikötözték egy karóhoz és nyilakkal lövették meg. Bár halottnak hitték, de túlélte a kínzást. Sebestyén vértanúságának legendája azt a keresztény hitet támasztja alá, miszerint a keresztény élet valójában elpusztíthatatlan. A pusztítás túlélői fogadalmi ajándékként készítették el a belvárosi templom mellett álló Szent Sebestyén szobrot. Január 20-án minden évben hálát adnak a hatvaniak a pestis járvány megszűnéséért, s e napon emlékeznek meg boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspökről is. A püspök atya egy hatvani nagy családban nevelkedő, mélyen Isten szerető ember volt, aki hitéért, ember szenvedett halált. A szentmisét követően a hívek elmondták az ősi fogadalmímát, majd pedig megkoszorúzták a templom oldalán lévő mártír, boldog Meszlényi Zoltán emléktábláját. A Magyar Kultúra Napja a himnusz születésének napja is. 201 évvel ezelőtt 1823. január 22-én tisztázta le a magyarok nemzeti imádságának kéziratát Kölcsei Ferenc. A Magyar Kultúra Napját 1989 óta ünnepeljük meg. Így tettek idén gyöngyös halászon is, ahol a művelődési házban az iskola 5. osztályos tanulói adtak műsort e napon. felhozák. Kápát szent Bércigre, átad a gyercig hazát, belőle vére, s mellhez húznak kapja ők, Tiszába, és Magdnagyja őkkel A himnusz több vers szakát, ha értelmezzük, láthatjuk, a himnusz összeköti a múlt, a jelens, a jövő magyarságának generációit. Magyarnak lenni a világ legcsodálatosabb küldetése, vaja ezt Bella Szilvia tanár is, aki felkészítette a tanulókat a műsorra. Pár éve aktívan részt vesznek a gyerekek a néptánc foglalkozásokon, sikereket érnek el, és tényleg a hagyományokat ápolni, védeni kell, és a rajz, a kreativitás segítettek nekem a gyerekek a dekoráció elkészítésében lelkesen. Közreműködtek. Ugye a néphagyományokban a tulipán, a szívecske, ez megjelenik. És nagyon fontosnak tartottam, hogy így egy mesét is kapcsoljak hozzá, és így választottuk ki a három kívánság című mesét, mivel itt kisebbek is vannak, hogy minden korosztálynak megfeleljünk. Az évfordulóval kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, felmutassuk is továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket a nyelven, a népmesén, a népzenén, a népdalokon és a néptáncon keresztül is. Szóval Sárás a szívem nagyon. Gyöngyös halászon nagyon nagy hagyománya van a néptáncnak a gyöngyhalászok néptáncegyüttes révén, akik tovább örökítik örökségüket a táncon keresztül. A műsorban magyar kiválóságok gondolatait idézve is megerősítették a tanulókban a magyar kultúra iránti tiszteletüket. Ezek a gyerekek, ugye a, a... Virtuális térben éllek Gyakorlatilag, és nagyon sok videót néznek, és hogy mégis a, a magyar himnuszt így kiemelten, hogy felcsillanjon a szemük, hogy tényleg azért próbáltam a Szoboszlai Dominiktól kezdve híres sportolókat vele hogy egy kicsit közelebb érezzék a himnusz maguknak, és, és nyilván, hogy többen voltak a, a sporteseményen, a, a, amit a videót betettünk, és ez még még... Fokozta a hatást. Több mint ezer éves örökségből merítve láthatjuk azt, mennyit adtunk Európa is a világ kultúrájához. Több mint 17 éve vált különálló települési kerekharaszt, amelynek fejlődése 2014-től indult el igazán. Innentől kezdve 2024-ig a faluban 1 milliárd 600 millió forint értékben történtek fejlesztések, amelyből a legnagyobb részt a csatorna hálózat kiépítése jelentette. Hívta rá fel a figyelmet Szabó Ádám, aki a kezdetektől vezeti a 60-tól külön vált falut. A fejlődés kézzelfogható, illetve a szerencsés földrajzi adottságainak az autópálya közelsége révén a község folyamatosan megfiatalodik. Több vállalkozást tud fejlesztésben gondolkodni. Magyar falu program, valamint a falusi csoknak köszönhetően Kerekharaszt is bekerült a falusi csok listára. Én, én úgy gondolom, hogy ez óriási segítséget nyújt az idebe települőknek. Sajnos elég sok kihalt ház van a településen, és Szerencsére, szerencsénkre elég sok fiatal jön, megveszi, ide költözik, és ezt a falusi csoknak köszönhetően rendbe tudják tenni. A másik része, hogy a település jövőjét olyan szempontból is pozitívnak látom, hogy közel az autópálya, közel van Budapest, rengetegen jönnek, és itt próbálnak letelepedni. 2022-től elnyert top plusz pályázatoknak köszönhetően a közeljövőben durván 706 millió forintos beruházásra lehet számítani a községben. Ebben az évben meg fog épülni, mert meg kell épülnie egy művelődési háznak, erre már elnyertünk 400 millió forintot, meg egy 8 fős mini bölcsőde, ez is top plusz pályázat. Erre is már elnyert, elnyertünk 170 millió forintot. A, ezeknek a pályázatoknak a, a megvalósítása tulajdonképpen most fog indulni, a közbeszerzés napokon belül ki lesz írva. Ezen kívül 2023-ban 63 millió forintért elkerülő utat építettek a forgalomkorlátozás véget a kamionok számára. A 2023-as év az energia árak emelkedése miatt jelentős minnyel járt. A település közvilágítása az előző években olyan 1,3 millió forintba került, és 2023-ban a az áram drágulása véget ez durván háromszorosára emelkedett. Ettől függetlenül örülünk annak, hogy a Covid utáni időszakban sikerült valamit a személyesen az embereknek is nyújtani. Eddig minden évben volt olyan, hogy burgonya meg hagymavásár. 21-22-ben a Covid véget ezt nem tudtuk megvalósítani. És a tavalyi évben sikerült, több mint 800 csomagot vásároltak meg a kerekharasztiak kedvezményes áron, burgonya, meg 2024-ben is vannak terveik, amiket szeretnének megvalósítani. Várják a Magyar Falu Program új kiírásait, amivel további út- és járda felújítása, továbbá a zöld terület rendbetételéhez eszközvásárlása is szeretnének pályázni. Elnyertünk egy vidékfejlesztési pályázatot, ez azt jelenti, hogy gyermeknapra nyertünk 2 millió forintot rendezvényre. Ezen kívül a mai nap adtunk be egy helyi közösségek fejlesztése az úgynevezett helyi identitás pályázatra. Itt konzorciumban pályázunk nagykökényessel, és közösen egy 90 milliós pályázatot adtunk be nagykökényessel, erre a kerekhalasztra első rész durván 50 millió forint. Tehát ez, ez, ezt a helyi identitás pályázatot, ezt három év alatt kell megvalósítani gondoltunk arra is a közbiztonság, közbiztonság kérdése ebben a pályázatban már kamerákra is gondoltunk, hogy kamerázzuk be a, a települést. Közösségi tér kialakítása, óvodai sivatalfejlesztés, utálózatfejlesztés. Lehetne még sorolni a kerekharaszton a közelmúltban történt beruházásokat, ezen az úton szeretnének tovább haladni a jövőben is. Új év, új tervek. Sokszor hallhatjuk ezt a mondatot így januárban. Az évelei akcióknak köszönhetően többen is lakásfelújításba kezdtek. Most január közepétől március végéig több konyhabótor családunkra is egy általános 20% akció lesz a konyhabótor teljes vételárából, leszámítva a gépeket és egyéb kiegészítőket. Vannak, akik kisebb, de vannak olyanok, akik nagyobb felújításra adják a fejüket. Az elmúlt évek alatt a vásárlói szokások is megváltoztak. Azt vettük észre az év végén, egy másik akciós kampány során, hogy ezt kifejezetten szeretik a vevők, és emiatt jöttek-jöttek még az év utolsó napjaiban is, hogy szeretnék megrendelni az új konyhájukat. Ebbe bízunk, hogy tavasszal is ez lesz, és, és pörgősé teszi az évelejénket. Manapság egyre többen vásárolnak online, amire nagyon sok üzletben van már lehetőség. A 20%-os akció kifejezetten a konyhákra érvényes, de számos általunk forgalmazott korpus és kárpitos bútorra is különböző akciókat tervezünk tavasszal. Ezek a bútorok nem csak itt a stúdióban, hanem a webáruházunkban is megvásárolhatók, ahol az akciós árak szintén érvényesek. Egy-két bútor cseréje, vagy egy teljes épületrész felújítása, vagy éppen egy új konyha megalkotása, akármilyen munkára is adjuk a fejünket, szakemberektől kaphatunk segítséget. Szedden reggel délelőtt meleg, majd este egy újabb hideg front érkezik. Többfelé várható eső zápor helyenként északon is és északkeleten havas eső havazás előfordulhat, néhol átmenetileg ónos eső eset. A délnyugati szél többfelé élénk erős lesz. A csúcshőmérséklet 60 térségében 5 fok körül alakul. Csütörtökön sokfelé viharos lesz az északnyugati szél. Több órára szinte mindenhol kisüt a nap, csak néhol fordulhat elő futó zápor, napközben 9 fokot mutathatnak a hőmérők. Pinteken kezdetben sok lesz a napsütés, nyugaton lesz több felhő az égen, ide délután csapadék érkezhet, majd estétől egyre többfelé eshet, többnyire eső északkeleten havas eső hó is. Többfelé lehet élénk az északnyugati szél. Kora délután 6 fokra van kilátás.